Május 15-én másfél évtizedes fennállása alkalmából a Grube Kft. Jubileumi ünnepet tartott, amelyre szívélyesen invitálta meg több partnerét, a szakterületi szövetségeket, valamint a szakfőhatóság képviselőit. Gyakorlatilag ez alatt a 15 év alatt jutottunk el odáig, hogy úgy nézzük, mint egy rendes cég. Nem kell pótolni személyes hozzáállással a hiányosságokat. Úgy gondolom, hogy egy jó alapot teremtettünk arra, hogy egy következő szép periódus megélhessünk. Akik ismernek, biztos nem hiszik el azt, hogy én ártatlan vagyok a Grube céggel kapcsolatosan. Az, hogy Magyarországon van a Grube cég, az igenis az én háttér munkámmal függött össze, úgyhogy nekem nagy múltam van a Grube céggel, kezdődve úgy, hogy Tajföldön, a dzsungel közepén rendeltem telefonon a Grube cégtől mindenféle felszerelést, ami két héten belül ott is volt, a dzsungel közepén. Úgyhogy ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy jót tettem, hogy a Grube céget Magyarországra tudtam csalni, mert itt is, amit képvisel, az minőség, az gyorsaság és megbízhatóság. Az üzlet egyébként 1999. április 1-én nyílt. Ezen évekig élcelődtek az ügyfelek egyébként, nem teljesen gondolták, hogy rendben van nálunk minden, hogy egy ilyen ügybe belevágunk. Az évek persze az ellenkezőjét hozták. Akkoriban persze még az erdészeti dolgok domináltak. Amikor a céghez kerültem, talán az első vagy a második vadászati katalógus jött ki, nagyon szerény formátumban 34 oldal volt mindössze. Ez az elmúlt 15 évben 400 oldalasra bővült, és hát gyakorlatilag a piac egyik meghatározó szereplőjébe vált a Grube a vadászat és a szabadidős piacon, hiszen ne felejtsük el, hogy vadászat és outdoor kéz a kézbe jár sok tekintetben. Nem véletlenül, ugye évtizedes közös együttműködésben áll a 22 állami erdőgazdaság a Grube céggel is. És hát azt gondolom, hogy a minőségi anyagok beszerzésében mindig számítanak egymás. Az erdészeknek nagyon fontos, hogy ne akármivel dolgozzanak kint az erdőn, mert hát ott nincs időbe ugrani egy boltba az erdő közepén, oda minőségi anyagot kell kivinni. Ebben többek között, de kifejezetten a Grubére is tudnak támaszkodni a szakembereink. Ugye a vadászatra rátelepedett egy komplet iparág, manapság, és ugye mindenki szeretné a saját termékeit eladni, ezért mindig fejleszt jobbat, szebbet, hasznosabbat, praktikusabbat, és az eladók azok kiválóan képzettek ebben a tekintetben, tehát ők tanácsokat is adnak, hogy melyik ruhát, melyik cipőt, melyik kést, melyik lámpát célszerű megvenni a vadásznak ahhoz, hogy eredményesen tudjon vadászni. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Grube Gruppe der größte Fachversender in Europa für Forst- und Jagdprodukte ist. Wir möchten an unseren Standorten wachsen und dabei das Artikelsortiment nach Kundenwünschen ständig erweitern. Die Firma Grube ist eine europäische Firma und wir hatten früher und heute viele Vorteile durch das Zusammenwachsen Europas und offene Grenzen. Sowohl bei der Entwicklung unserer Tochterfirmen als auch bei der Stärkung der Mutter in Deutschland, indem wir beispielsweise in vielen Ländern, auch hier in Ungarn, Lieferanten gefunden haben. Die Handelsbeziehungen zwischen Ungarn und Deutschland schätzen wir als hervorragend ein und hoffen natürlich auf sich weiterhin positiv entwickelnde Rahmenbedingungen. A jubileum idejére elkészült új épületrészt Szabó Ferenc főosztályvezető, Dr. Günther Grube cégtulajdonos, valamint Szaniszló Gábor magyarországi cégvezető avatta fel. Ez az épület egyben bemutatóterem, raktár és áruátvevő is. Ahhoz, hogy kifelé egy nyugodt létkört tudjunk teremteni, belül bizony igen sok munka van a háta mögött. Ez egy tudásintenzív iparág alapvetően. Az elmúlt 15 évre jellemző volt, és ma is gyakorlatilag mi is folyamatosan tanulunk. Én úgy gondolom, hogy a ruházat, a vadászati ruházat például illeszkedik a vadászati kultúrához. Urias megjelenés,
fontos a vadászatnál, ahhoz hozzátartozik az, hogy ügyelek a ruházatomra, és válogatom azt az anyagot, ami megfelel a modern követelményeknek, lehetőségeknek, de ápolja a hagyományt is. Azt gondolom, hogy hát haladni kell a korra. Nyilvánvaló a Grube cég is tanul azoktól a felhasználó vadgazdálkodó és erdőgazdálkodóktól. Ez az együttműködés az azt hiszem, hogy ami előre vetíti és előre viszi majd a minőségi gazdálkodásnak a lehetőségeit. Ugye azt tanultuk az iskolába, hogy az ügyfél a király a marketing órán. Mi ezen egy kicsit módosítottunk. Mi partnernél kezelünk mindenkit, meghallgatunk mindenkit és megpróbálunk segíteni. Tulajdonképpen, ha a alapmottónkat akarnánk mondani, akkor azt mondhatnánk, hogy akarunk és tudunk is szállítani.